Azt gondolom, hogy a mai napon egy nagyon sikeres, de ugyanakkor nehéz napon vagyunk túl. Az ungvári főkonzulátus, mint külképviseleti szavazókör bezárt a helyi idő szerint. Én azt gondolom, hogy a itt résztvevők száma, akik hozzánk átjelentkeztek, elmondhatom bátran, hogy 98%-os részvételi arány volt. Ez azt gondolom, hogy egy fantasztikus eredmény. Voltak olyan szavazóink is, akkor tavaly még nem töltötték be a 18-at, majd most töltötték be idén a 18-at, ők ajándékban részesültek. Volt egy olyan szavazónk, aki először vett részt LP választáson, szintén ajándékban részesült, és hagyd mondjam el, hogy hát volt egy olyan időszavazónk is, aki 81 éves volt, és itt töltötte éppen a rokonoknál ezt a gyönyörű szép májusi hétvégét, és részt vett a szavazáson, átjelentkezett ide a külképviseleti szavazókörbe. Tehát azt elmondhatom nyugodtan, hogy fantasztikus volt a mai nap, élmény volt látni, ahogy az emberek jöttek, és még egy dolog, ami nagyon fontos volt, és el kell, hogy mondjam azt, hogy hasznos volt az a fajta változtatás a választási törvényen, hogy a szavazás napján is föl lehet venni a levélcsomagokat, illetve le lehet adni. Ez is hozta a várt eredményt, úgyhogy tényleg összességében elmondhatom, hogy eredményes napot zárt az ungvári főkonzulátus szavazóköre.